Rabszolgaként tartották, de élelmet alig adtak annak a 20 éves lónak, amire állatvédők találtak rá egy tanyán. A csontsovány állatot minden nap fahordásra használták. És bejelentés alapján mentünk ki a helyszínre, ott a rendőrség és a hatósági állatorvos utasítására meg tudtuk menteni ezt a lovat. Erről a lóról annyit lehet tudni, hogy egy 20 éves herélt ló. Az ottani viszonylatokban sajnos azt lehet mondani, hogy ő egy rabszolgaló. Ami annyit jelent, hogy ez az állat élete folyamán végig a tulajdonosnak a rabszolgája, csak és kizárólag kihasználja a gazdája ezt az állatot. Fát húzott vele egy kis kocsiba, fát hordanak, nagyon minimális takarmányt adnak neki, és állandóan minden áldott nap mennek fáért a lóval. A szerencsétlen ló, amikor már le van teljesen gyengülve, és nem tudja húzni a kocsit, és összeesik az úton, akkor kifogják a lovat, és ott hagyják a földúton elpusztulni. Ezt nem a kis ujjamból szoptam ki, ez tény, nem ez az első ló, amit mentettünk erről a környékről, és a legszörnyűbb az egészben az, hogy ennek a szerencsétlen állatnak még a kegyes halál esélyét sem adják meg. Tehát még abba a kondícióba se képesek hozni, hogy legalább levágható legyen, hanem annyira legyengítik, hogy összeessen és az úton, a földúton meghaljon. Amikor rátaláltak, az állatorvos szerint nem volt sok ideje már hátra. Állatorvosunk látta, vért vett tőle, karanténban van jelenleg a ló, 30 napos karanténban, tudnélik állategészségügyi státusza ismeretlen. Most, hogy lóherpesz vírus járvány van, ezért különösen oda kell figyelni, tehát nem tudtuk egyből az állatkuckónkban elhelyezni, mert ott is 8 darab ló van. Most itt van a karantén telephelyünkön, és egy 30 nap múlva, amikor már biztos az, hogy semmiféle betegsége nincs, meg lekezelte az állatorvos, akkor fogjuk elhelyezni az állatkuckónkban. Nem lehet örökbe fogadni a lovat, sehova nem megy a ló, ez az alapítványnak a lova marad végig. Amíg él, addig ez a ló boldogságban és békességben fog élni. Az állatot elkobozták a gazdáktól, akik súlyos büntetésre is számíthatnak.